A Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara hagyományosan minden ősszel megrendezi saját pályaválasztási tanévnyitóját. Az eseményt nem csak Kecskeméten, hanem Baján és Kiskörösen is megtartják évről évre, hogy segítsék a továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket a döntésben. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az osztályfőnököket, mint mentorokat felkészítjük szakmaismertetésekkel. Ezen felül olyan információkat adunk át, amely a középfokú beiskolázást fogja segíteni. Nagyon sok szülő, nagyon sok gyerek elvész ezek között az információk között, ezeket szeretnénk strukturálni, valamint elmondani azt, hogy mit tudunk mi, és kihez kell fordulni, hogyha bárhol elakadnak. Az iparkamara az évnyitón hagyomány szerint egy pályaorientációs díjat is átad, amit idén a Kadafalvi Általános Iskola nyert meg. A rendezvényen Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója bemutatta pályaorientációs tevékenységüket és a központhoz tartozó iskolákat. Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója a szakmatanulásról és a szakképzés változásairól tartott előadást. Gondoljanak arra, hogy nagyon sok szakma átalakul, és azok a gyerekek, akik most általános iskola alsó tagozatába járnak, valószínűleg még nem is tudják, hogy lesz olyan munkakör, vagy az ő választott munkakörük olyan lesz, ami még ma nem is létezik, hiszen olyan új informatikai és ipari ágazatok jönnek létre, olyan új technológiák, amikre nekik készülni kell. Az iparkamara az alapvető változásokat tudja megismertetni a pedagógusokkal, az évente megjelenő Ágazati Kalauz című kiadványban pedig a gyermekek számára is érthetően írja le, hogy mit jelent az iskolarendszer, bemutatja az ágazatokat és a szakmákat. A füzet emellett Bács-Kiskun megye iskoláinak képzési kínálatát is tartalmazza.